Fluor Tomi már viszonylag régóta lájkolja a lájkotokat, de ezzel nem csak ő van így, hanem más előadók, illetve cégek is. Erről beszélgettünk vele, SP-vel, illetve neves reklámszakemberekkel. Az én sztorim szerintem nagyon mókás, mert abszolút a videó megosztókról indult meg az internetről, mert ugye minden felületet ki kellett használnom underground előadóként, hogy promózzam a cuccaimat. Én kicsiben kezdtem az egészet, pont tegnap néztem, hogy 2006 vagy 2007-ben volt az első komolyabb weboldalam. Sok-sok lájkot összeszedni egy kampánnyal simán lehet, de az, hogy ezek a lájkolók, azok folyamatos kommentelők és folyamatosan visszatérő brand nagykövetei legyenek az én márkámnak, az már nehéz. Érdemes megnézni egy Foo Fighters-t, akik nagyon-nagyon sok csatornát használnak, tehát a kép megosztótól kezdve a hely meghatározós alkalmazásokon keresztül tényleg a Facebookon is nagyon sok elemet töltenek meg saját tartalmakkal, olyan tartalmakkal, ami tök exkluzívak. Amúgy is netfüggő vagyok, úgyhogy nem esik nehezemre csinálni. Szoktak oda jönni hozzám emberek, akár bulikon vagy itt-ott, hogy ugye, és akkor hogy van ez, milyen cég csinálja, meg milyen marketingesek, meg mondom, hát senki, mondom, csinál. Mi, persze, egyedül, hagyjad már, és de, egyedül. Nagyon sokat töltök a Facebookon, egyrészt azért, mert hogyha otthon vagyok, akkor all day-be van kapcsolva és posztolok, illetve frissítem az oldalamat, másrészt a telefonon is folyamatosan elérhető vagyok, tehát a Twitterre többnyire csak telefonról posztolok kiírásokat, illetve a Facebookon is folyamatosan írok ki telefonról, a YouTube csatornámat is általában frissítem. Hogyha zenészek akarják kihasználni ezeket az új kommunikációs eszközöket, akkor szerintem mindenképpen úgy kell gondolkodniuk, hogy ami most a rendelkezésükre áll, ezek mindenképpen csak egy keretet alkotnak, ezek akár a maguk az applikációk, akár azok a funkciók, amiket tudnak használni, és ezekre, hogyha az egyedi ötleteik, a saját akár stílus irányzataikra, vagy a saját rajongóikra szabott funkcióikat ki tudják találni, és ezeket ugye egy appba gyakorlatilag át tudják valahogy konvertálni, akkor lehetnek sikeresek. Van már Facebook applikáció beépítve a weboldalamba, tehát tudják lájkolni a híreket, a kiírásokat, egyéb formátumokat, de alapvetően még ugyanúgy nézik a weboldalt és kommentelnek és érdeklődnek iránta, ami szerintem egy fontos dolog, mert a Facebook az hasonló weboldalakhoz képest, mint például a MySpace, valószínűleg 3-4 év múlva nem lesz annyira menő, és nem lesz annyira jól menő, mint most, viszont a weboldalam az akkor is működni fog. Folyamatosan napról napra, vagy két napról két napra folyamatosan kommunikálni kell az emberekkel. Hogyha Fluorral egyszer így beszélgettem, sokkal közelebb áll hozzám, és miközben Fluort hallgatom, akkor úgy fogom érezni, hogy ja, spanom. Spanom a srác. Lehet, hogy azt se tudja, hogy ki vagyok, és tökre nem emlékszik, mert ugye arra a kommentre, de hogy tökre magamhoz tudom így láncolni az embereket. Olyan szinten előtérbe került így a social média, és olyan szinten nyomatja mindenki külföldön, agyba, főbe, hogy már mindenki számára elérhető és egyértelmű használata. Szerintem, ha most valaminek van értéke, az két dolog, az egyik a videó megosztón a nézettség, a másik a like. Mindenki lett előadó. Mindenki lehet expert, mindenki lehet műsorgyártó, mindenki lehet énekes, színész, annyi, hogy csinálok egy videót és felteszem a YouTube-ra, és szevasz. És hogyha éppen olyan, akkor azt megnézik, nem tudom, 10 millióan, ha éppen nem olyan, akkor meg csak 5000-en, és egy 5000-es nézettség az igazából semmi, de hogyha 5000 embert ide rakok eléd, akkor az azért soknak tűnik. Pillanatok alatt fel tud pörögni a like vagy a nézettség, hogyha jó oldal, vagy szimplán, hogyha botrányos.